Alapvetően azt hiszem, mindenki úgy van bekötve, hogy szeret szeretni, és szereti, hogyha szeretik. És ez a film, ez erről szól, hogy ezt az érzést keressük. Nagyon szereti a feleségét, és a feleség is nagyon szereti őt. Tehát ők gyerekkorukban találkoztak, és egyszerűen ott már így eldőlt minden, és kettejüknek a szerelme az valahogy nem fért hozzá semmi kétség. Tehát ahogy ez a filmben is elhangzik, hogy miért mentem volna tovább, miért ismerkedtem volna meg mással, hiszen ő volt az, és már tudtam, hogy ő lesz az, aki az én párom. Sok a duma! Nyilván a szerelemmel együtt járnak, hogyha bele akarunk menni, akkor pikánsabb jelenetek. Balla Eszti vagy, szervusz, Hauman Máté. Ez a fehér nemű rajtad? Igen, igen. Jó, akkor én most leveszem a gatyámat, nem baj? Nem. Júj! Úgyhogy ez volt az első, és akkor ahhoz képest... Snit, és most. És most? Az mivel kezdjük első az első lap. Jelenet? Ugyanúgy az ágy jelenet. Igen. Az nagyon vicces volt. Besüljünk a nehéz sarokba, és egyébként sem gyerünk vissza. Nagyon jól érezzük magunkat a forgatáson, szerintem mindannyian együtt. Szeretett nézni mindeket. A szerelem tisztán látást lesz. Azt gondolom, hogy a varázsa ennek a történetnek az, hogy van benne szerelmi szál, amit az emberek imádnak, van benne egy kis vita, van benne egy kis megcsalás, de a vége happy end. Ugyanezzel lelőttem a poént, de mégsem, mert a szálak nem biztos, hogy kitisztázódnak. Egyszer volt, hol nem volt. Nagyon jó, tetszik. Tovább! A mai jelenet az tök jó volt, mert... Hát a Janka nagyon szeretett volna nagyon régóta velem egy csókolózós jelenetet igazából, és ezt írta is, már a casting után írta. Szilvi meg Mário itt találtak most egymásra. Lépett egy szintet a kapcsolat. Neked ez hogy nem folyik el? Hallod? Több párkapcsolati problémát boncolgat ez a történet. Tehát, hogy egy konfliktuson keresztül újra eljutni az embernek a szerettéhez, a szerelméhez, az mindenképpen Valentin napi. Ez tényleg jó! Szerintem ezt a filmet nem lehet máskor bemutatni, mint február 14-én, ami ugye a szerelmesek ünnepe. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen mindenkinek, végeztük! Szerintem menjetek moziba. Moziba járni szexi. Kölcsönlakás. Dobókat a filmje.